I've longed to yield to the yearning boasters and feared. Awaken your hero within. Hát szevasztok, Gábor vagyok ismételten itt, és a Tech barátot nézitek természetesen. Azt mondja, hogy ja, igen, itt vagytok, jól látom most már a csetet is. Remélem, hogy ti is láttok, meg hallottok engem, elvileg igen. No, hát Settlers 7, ami végig is terve volt éve, de nem most feltétlenül, mert ugye a szavazáson ez hát ha úgy nézzük, akkor a harmadik helyet kapta, illetve a harmadik helyen végzett. Ugye amikor a Forma 1 nyert és Holt versenyben a második helyen volt ugye a Hitman, illetve a Thief Simulator. És ott elkezdtem a Thief Simulatorra játszani, de hát egy alkalom nekem elég volt arra, hogy eldöntsem, hogy no, nem köszi, nem kérünk, Thief Simulator, mert szar. Úgyhogy a szimulátort leváltottam a soron következő helyre, ami a Settlers 7 volt. Ami egy stratégiai játék igazából, hát ugye régen a klasszikus az még olyan volt, hogy talán rómaiakkal lehetett lenni, vagy rómaiak a biztos, de nem tudom, hogy volt-e még több nemzet. Talán a Settlers 3-ban már voltak ázsiaiak is talán. Tehát itt még nem ilyen szövetséges, meg szovjet, meg ilyesmi, hanem ez még jóval korábbi kor. És akkor ugye a lényeg az volt, hogy föl kellett építeni egy birodalmat. De mindjárt mutatom, hogy hogyan. Nem láttam még én ezt a játékot, még tutoriált, semmit nem játszottam. Angol lesz, mert szerintem itt nem lesznek ilyen párbeszédek, tehát itt nem kell feliratokat, meg ilyesmiket követni. Úgyhogy, de hát Celine Dion az itt nyomatja a háttérbe, ezért... Hát kampány mód. Na. De now, és akkor mit kell? Ja, start. Gondolom, start. Júj, nem. Ez mint a Shrek, úgy kezdődik. Hát akkor lehet, hogy kellett volna magyarítás. Na minden, majd megnézzük, hogy mennyi szöveg lesz. A crown only awarded to those kings and queens who ruled their lands generously and kindly. But wars and greed. Ah, és ott volt a sötét, a gonosz, a Darth Vader jött és. Without a worthy emissary, and so it was locked away, hidden, until one day a worthy leader was to be found. Az lesz a gondolom én. Szőke. A jelen. Hát ez nem éppen szőke, meg nem is férfi. De hát ne legyünk hímsovinisztek, lehet, hogy egy vörös hajú nő lesz majd a... Egy szepelős. You have sent for me, father? Ja. I have, my child. Come. Your greatest wish is about to come true. The kingdom of Tandria lies in disarray. King Baldurus has been exiled from his lands by Lord Wolverine and his Dark Knight Dracorius. Hú, ezt le kellett volna fordítani, nem értem. Ja, aha. Egy... Összeolvadtak, fúzionáltak Zoe, magyarul? Zoe! This is your chance to become queen. Go to Tandria and colonize it, and I shall crown you ruler of your own kingdom. I shall, father. I shall do as you wish. Desire, how wonderfully blinding you are. Hoppá, tetszik a faternak a lánya? And so, Zoe took to Tandria to meet with an old friend and ally of her father's. He was to help her with the difficult task of colonizing the unruly kingdom of Tandria. Turn Morgan Felden back into the level place, blah blah, to search the general castle, blah 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 blah. Aha, jó, biztos. Jó, a lényeg, hogy építeni kell az első, azt tudja, hogy egy tutoriál lesz. Csak nem dob bele a izébe a kellős közepébe. Bebaszna. And so it begins. Gyönyörű szép, gyönyörűséges. De amúgy tényleg ilyen kis cuki, tehát jó pofa ez a játék, úgyhogy nekem ez bejön, ez ilyen lightos. Szerintem mindjárt ki fog mindenki lépni felébe, mert... Little Village in Tandria. Jó, igen. Igen. De ne lépjetek ki, mert amúgy tényleg jó. Nem szaggat a játék legalább, az mondjuk pozitív. Nem tudom, remélem, hogy a közvetítésben sem szaggat. Tartta ki, hogy... Tandria, Princess Zoe. I have been eagerly awaiting your arrival.
Bors. Ja, ő a Bors. My father spoke very highly of you. He said you know Tandria like the back of your hand. Bors kapitány. Akkor miért nem csinálod te azért a játékot? Bors ügynök. I shall be at your service, my lady. Hát én is lennék a te szerviszed. Ja, ezeket a játékot annyira bírtam, hát idézőjelben bírtam, amikor ilyen a valamelyik sarokban ott van egy ilyen animált fej, vagy egy 2D-s, vagy egy 3D-s. Igen. Na. Mondjad, mit kell csináljak? Jaj. Na, first of all, the mouse. Look above the castle. Press the middle mouse button and move. Hát ez nem kell. Look the right. Press the middle mouse button and move. Tényleg most ezt fogom gyakorolni, hogy hogyan tudok jobbra meg balra nézni? Nagyon jó. Hol vagyok? Melyik vagyok én? Az? Ja, igen. És akkor mit kicsi? Ja, nem, itt vagyok. Ja, értem. Aha. Ja, Warfare. Aha. Ah, biztos. Nem érdekel. Na. Igen, és hogyha így húzom az egeret, nagyon jó. Jó. Hát ez nem rossz. Nem rossz. Ja, mission board, bocs. Move the camera, rotálted a kamera. Ajaj, kicsit érzékeny, mindegy, forgattam. Zoom in and out. Excellent. Good navigation means good overview. The key to success. This village was once a buzzing town with happy settlers. Ósta, mennyi minden van már itt, öcsém, na ne. Build menu. But after Lord Wolverine sent Tandria into disarray. Mi van? Expelled our beloved. Jó, ez már nem kell, ezt kinyírtam. Tiszta B. Milyen B? Mi B? B. Princess Zoe, I suggest that you first rebuild this village. Jó. And return Borgfelden to its former. Egyetértek, Bors. As it was once a king. Hát igen, csak szerintem az egy jó korábbi volt, tehát azt előbb találták ki. Something important for must be... Igen. Igen, na. És mindent ilyen izé, ilyen tetülassó animáció? Igen. Megmutatja a követ több oldal, oda néz, onnan is kő. Sőt, ha fölé megyünk, akkor föntről is kő. Na jó. Build menü. Click on the build menu. Ez a build menü. Igen, akkor ez már nem kell. Mountain Shatter Quarry. Aha. Streets. Streets of, without street building construction second. Aha, ja, és itt kell építeni majd utat a A meg B között. Tehát, hogy... Aha. Get us some stone piles. Jó. Na. Nem szeretem forgatni. Ezt utálom, amikor ilyen... Így nem tudom, hogy... Hát így egy kicsit. Ja, és ott van a szomszédos izé. Látod? Itt van a... Itt már fejlődnek. Na, nekem is kéne most a fejlődni. Na. Build menü. És akkor ide tudom így letenni? Ja, nem, az a lényeg, hogy sok zöld legyen. Nem? Hát ide. Ez az, így. Na. Építsünk kettőt. Hát építsünk kettőt. Ja, és akkor utat kell építeni, mondjuk oda. Nem slot, nem utat.
Az be van megkötve? Nem indultak még el, de hogy haló? A utat akarok építeni, bazzeg! How to build a street. Na, igen. Buildings is not linked, the rows display. Igen. Igen. You can left click on existing road to open street construction. Hát akkor... Jó. Akkor innen tudok? Jó, várj, az ott van, jó. De miért nem tudom bekötni? Bassz meg, most mit tettem? Jó, akkor várj, ezt, lebontom ezt is. Stone pile. Na. Jó, akkor épít, bazd meg. Már bocsánat. Szóval, tehát, na igen, így ide kell építeni. Na elment a csávó. Na, ez az, így kellett ezt. Jó, a street ez megvan. És akkor most várni kell, amíg ez micsoda, Game Speed, azt most hagyjuk, ez a kastély. Közben gyorsan megismerkedem, mert régen játszottam, tehát hasonló volt, csak hát nyilván most itt a... Van 100 lóvé, kalapácsból van, kaja nincs. Két katona van. Nem maradott? Ja, jó. Tehát 10 emberünk van, 16-ból, és 16-nak van lakhely. Ez micsoda? Konstruktor, ez az építő, ez taverna, ez kaja? Ez meg valami storehouse. Na mindegy, hát ezeket ki kell ismerni, hogy... Nem tudom, de én így akarom nézni most, így-e. Na épít, oda nézzetek, hogy építi. Na nézd milyen ügyes, arra nézd milyen ügyes, építsed azt is. Hát azért van egy feje meg egy szögletessége az illetőnek, na mindegy, hát. Ez dobta a gép. És akkor jön a izé, megy a, most el fogja occupy-olni a izét. Nagyon ügyesen. Így játszunk. Na várjál, így. Nem szeretem ezeket a nézeteket, annyira béna, mindegy. Utálom ezt a 3D-s izét. Tehát a régi, a klasszikus volt jó, amikor ilyen... Hát jered alertesen... Madártávlatból láttál mindent, nem kellett forgatni a kamerát, ez ilyen... szar. Na. Szóval ott van 70 kő. Ja, és akkor ki tudnám... Nincsen slot left. Aha. Tehát egy ilyen yard mellé tudok igazából 3 slot... Ja, és ezt gondolom azt a célt fogja szolgálni, de most ezek nem kellenek. To select a building. Igen.
Ja, hogy az a... Ja, ó, fordítva csinál... Ó, de hülye vagyok. Azért nem volt hely, mert ugye ráépítettem a kőre. Tehát a... Igen, azt kell nézni, hogy ez a... Nem figyeltem, hogy itt egy ajtó van. Na, mindegy. Jó van. Tehát akkor az ajtóval fogom úgy építeni, hogy a... Jó, gader. És akkor most viszi a követ, és viszi a storehouse-ba, és ott a kő. Na, bizony, itt a kő! Na. Nem építünk oda semmit. Jó. Hát építettem. Nem építettem? Mi és ő bányássza le, és ő... Egy-két unalmas órában lehetne? Már micsoda? Mi lehetne egy-két unalmas órában? Nem tudom. Ja nem, ez lehet, hogy izé, lehet, hogy nektek így kívülállóknak unalmas, de én ezt most így személy szerint, ezt így ez nem tudom, ez engem most egy kicsit kikapcsolt. Tehát, hogy kell majd az itt agyalni, tehát ez most ilyen tutoriál... Na, végre. Ja, igen. Igen. Hát... Now you should build residences to provide enough living space for your settlers. Aha, tehát kell living space-t építeni. Ez egy residence. Hát mondjuk hova építsem? Itt jó lesz. Ott. És akkor nem is kell, hát az már ráépítjük az útra egyből. Tehát kell két fa, meg egy kő, és akkor azt mindjárt viszik is. A fár... Ja nem, azt már viszi egybe. Nagyon ügyes ez a kis izé. Igen, na most a kérdés az, hogy ugye a living space-ből tudok majd... Well done, princess. Princess, ó, de miért nem lehetett eldönteni, hogy most végig princessnek fog szólítani? Köszi! És ő fordul, igen, ja. Igen, kell vudu. Place storehouses to speed transport of goods from... tehát a storehouse-okat, azokat... Aha, tehát több storehouse kell... Mhm. Köszi. Aha, lodge, woodcutter, statisztika, jó. Hát egy nagy erdő kéne, hát itt az erdő, hát figyelj, itt, na. Forgasd már odébb, így. Nem tudom ezt irányítani, bár ezt meg kell szokni. Ja, lodge. Jó, ott lesz a favágó, és akkor egy oda kell építeni egy workyard slotot, tehát egy woodcuttert. Ide mit tudunk? Ja, és ide tudjuk egyből a sawmill-t rakni, és akkor még ide is rakunk egy woodcuttert, nem?
Tehát ez azért jó, mert ugye a régiben az volt, hogy csomó woodcuttert kellett két-hármat építeni, és külön kellett szómiért, és akkor még azokat így logisztikázni, stb. De ezek most így igazából egy helyen lesznek. Ami tök jó. Ja igen, a Residence-hez nem tudok építeni semmit. Aha. Igen. Jó. A kőfejtőm az dolgozik a kövön. Igen, ezt elbasztam. Igen, nem tudok több slotot. Hát, esetleg ide is rakhatnék egy stone-izért. Nem Residence, mi ez? Hol tudtam izét? Ja, Quarry. Nem? Hogy tudom forgatni? Ja, izével a görgővel. Építünk még ide egy ilyen stone cut izét, úgy. És akkor storehouse-t azt meg hova érdemes? Tehát, hogy azokhoz érdemes ugye, akik izé, ugye. Tehát akik valamit nyersanyagot bányásznak, vagy állítanak elő. Én mit kell csinálni? Produce enough planks. Ja, plank. Hát plankelni kell. Én szoktam plankelni. Edzenéném tudja, nem? Ja, kezd. Na, aha, az egy storehouse. Melyik a storehouse? Ez a, nem ez a lodge? Ez a storehouse. Itt lesz majd akkor a... Igen, tehát ez a hegyi... Tehát ilyen kategóriákra van osztva, akkor értem most már. Tehát, hogy a Mountain Shelter, azok az ilyen hegyi cuccok, amikből lehet ugye majd szénbánya, vasbánya, arany, és a vasfeldolgozó, neked ugye a kőbánya is nyilván. Cooking plant, az gondolom az a... Hát... A... Nem tudom, az mi akar lenni. Kőnek a vadász is, nem? Tehát ők ugye az ellátást, Forestal River, igen. És akkor a Residence az pedig... Ó, be van. You have successfully established plank production. Márhogy itt a izé, ebben a faluban, vagy amúgy? Ó, nem, van elektromos roller, azt is. Hát most ugye a home office van, tehát az otthonról mellő, úgyhogy nagyon... Most csak ilyen izé, ilyen egészségügyi rollerezés, de most rendeltem egy elektromos bringát, én összecsukott, az nagyon baromi jó, és majd be fogom mutatni a csatornán, szerintem a héten megjön. Nagyon tuti. What does he want? He most likely wants to cross our plans. Perhaps if we talk to him, we can come to an agreement. With all due respect, my lady, one cannot negotiate with criminals. Then what do you suggest? Action, my lady! It will speak louder than words. Then so be it. Take a look over there, princess. Igen? Hova? Me? Hova? Hova? Me? This is Ramirez's hideout. Jaj, ez a másik falu. Igen. Igen. Hát elég ízé, van egy baszott nagy vára, és meg sátrak. Igen. Az ármihoz kell, de ugye? Az ármihoz kell majd izé. Hát ezt nem, ennek nem tetszik a bajsza, úgyhogy ezt le fogom nyomni. Igen. Hát kaja, az amúgy is kell.
Let us set up a production line for bread that will prepare us for the next step. Odaépítünk oda a kőfejtő mellé, tehát farm. Az nagyon nagy. Várjál, hogy tegyem le. És ott van a bejárat. Ez nem fér el sehogy se, nem. Fenébe. Hova? Hogy tegyem? Így? Nem így. Így. Hát így jó. Így. És akkor még ez... Kettő ilyet, és akkor gondolom egy izért. Egy... hát mert itt termelje a Grain Barn. Azt gondolom az a búza mező. Jaj. Még így egy fokkal jobb, nem tudom. Én szeretem így nézni, vagy hogy nézzem? Így nézem? Így. Kicsit így. Na. Igen, és akkor ugye itt van a... tehát itt építik a farmat, ugye lesz két búzamezőm. És akkor mutatja, hogy itt van 10 kő, aha. Uh-huh. És 10-et ad, ez 1-et ad, ez meg 58-at. Igaz, hogy méretileg ez kb. Ugyanakkor, de ez a 10 követ, ez meg mindig 58-at. Na. Congratulations! You have successfully established flower production. Jó, tehát akkor sem van, mi a tök? Liszt. Bakery. Az meg itt szembe lesz szerintem. Hát itt mindent kitalálunk ám, itt a logisztika, az meg lesz, figyelj. Bakery. Ez storehouse, ez lesz. Residence. De akkor ez már tud, ez egy, nem ez constructor, akkor ide építünk. A fenéket, építünk ide egy rezidenzt. Így? Én tudok így átlósan építeni? Hát... Azt a tök jó, hogy tudok ilyen átlósan építeni. Hát, na, hát most a városrendezés az nem egyenletes, na de hát Istenem. Úgy fért oda. Ez van. És építsünk még, vajon kell izél? Kell még egy bakery? Menj! Azt a rohadt mennyi gabona. Ez az. Csinálja a gabonát, öreg. Hát, legyen még bakery. Legyen. Max mi baj lehet, ugye? Jó, itt mondja, hogy mennyit érdemes? Jó. Ja, uh-huh. Igen. Your general is currently deployed at your castle, but he alone is too weak to attack Ramirez's camp. Use bread to hire mercenaries at my tavern and reinforce your general. I will spend the required coins for you. Here come friendly. Igen, és akkor most őket kell... De nekik három van. Click on friendly. Azt a sector to move the currently selected general. The dwarf mode, igen.
oda most ki tudok... Ja, hogy ide tudnék menni a Ramirez. De Ramireznek három van. De hogy tudok... How to produce soldiers. Na, igen. Tavern, jó ír? Tavern. Leépítenek egy tavern? Vagy ez a tavern? Igen. Jó, de hol van a tavern? Építenek egy tavernt? Nem. Tehát nincs tavern. Ott 100%-osan dolgozik a Woodcutter is, ez nagyon jó, tehát ezek tök, nagyon szép eredmények, gratulálok, jó csináljátok, srácok, de... Hol tudok pluszba? Igen. Most... De nincs kaja még, van kaja? Van kaja, az már van. Az mi az ott? Fancy food, de jó, hát fancy food, persze, meg mit nem. Na, mert akkor figyelj, támadjuk meg. Ezeket nem tudjuk, itt kicsit többen vannak. Jó, akkor Ramirezt. Igaz, hogy ők hárman vannak, de hát... Na, egy gyalog megy, egy meg lóval. Nagyszerű, így. Hát ezt lehet, hogy benéztem. És akkor ők mivel jönnek? Hol vannak a... Á, ott a... Aha, Úha, ójjaj. Jajjaj, újjúj. Jó, hát egyszerre fogunk meghalni. Jó, kettő. De hol van itt a izé? Ja, ez a... Ó, bazd meg. Hát neki van kettő. És akkor mi kell? Kell lóvé, az van. Kenyér, az van. 10, meg valami ember. Ember meg van, nem? Az mi? Nem tudom. És akkor viszik a lóvét. A tavernbe. Aha, És akkor így növekedni fog mindjárt száma? Vagy sét... Jaj, nem onnan indul ki! Aha! Kettő... Ja, értem! És akkor még plusz kettő jön. Tehát itt már úton van egy. Három, és akkor mindjárt jön még egy. Négy. Na, most már négy van? Négy. Hát akkor most támadlak meg, na!
Lehet, hogy ezek nem lesznek olyan hosszú játékok már, mint hogy ezek a részek, mert gondolom ez annyira nem izgalom, bár később biztos, hogy az lesz, tehát hogy most ez még ilyen tutorial, tehát majd lesz majd itt izé balhé, amikor gondolom, mint hogy a Red Alert-en is elkezdek építkezni, és már támadnak, úgyhogy na figyeljetek! Most mit csináltok? Oké, 4-1, hát egy meghalt, az 3-1 lesz mindjárt. Király, király, ez az, jó. És akkor elfoglalt? Ja, hogy ez időbe telik, amíg elfoglalom. De most ez hova megy? Ja, hogy ő elmenekül. Ja, mert ez a... Ja, hogy ő a... Aha. Ja, hogy ő visszamenekül, értem. És nekem meg időbe telik, és akkor... velük mi lesz? Elveg ők szét... Ők meg fognak szűnni. Azt hiszem. Legalábbis az eredeti játékban ugye az volt, hogy... hogy hogy amikor elfoglaltam egy helyet, akkor mind, tehát megnövekedett az ugye területem, és ami azon a területen volt, azok így, de nem olyan, mint Redelert, hogy ezt sem el tudom foglalni, és akkor ők az enyémek lesznek, hanem awesome. Igen. Igen, ott leégett. Hát égő, de ez van. Na mondjad, pocak! You now have your first soldiers under contract, and I would say that your display of military swiftness was rather impressive. This will be a warning to Ramirez. What exactly is it that Ramirez and Lord Wolverine are fighting for? They are thieves and bandits. They want nothing less but to steal Tandria away from its people. It was them who drove the beloved King Baldurus from these lands. But I heard King Baldurus was a tyrant, that he was cruel and reckless to his people. Utter no such lies. His Majesty was a kind and wise man, merely misunderstood by his people. Hát hát ő egy diktátor volt. Nem, hát ő tök kedves volt, csak félreértették a félrezett zenébe. New game content. Mi ez, ilyen vásárlós játék? Ne basz... Ne mondjátok, hogy izé. Hát continue kampány. De hogy miért nem tudom kiválasztani azt, hogy férfi vagy nő most végig princesznek szólít. Jaj, megy a princesz tovább a izébe. Megyünk Mordor felé. Ott a Mordor, tessék. Itt van Groot. A sárkány, itt van, nézi a... milyen hegység a... na mindegy. Azt mondja, hogy... na jó, benézzük meg, hogy mi lesz. Nézzük meg. Ja nem, itt van, itt is tart, bocs. És akkor folytatódik a Shrek. Realizing that his victory could not be forced, Ramirez decided to buy it. Bár látom, az emberek is unják, most már négyen vagytok csak, úgyhogy úristen, megcsappantunk. A fele társaság az kilépett a nyolcról. Na jó, hát nyilván a Hitman az akciódúsabb egy kicsivel lehet. Van, akinek meg lehet, hogy ez jön be? Jó, ez a tavern, ahol ugye embereket tudunk, oké. Okay. Word has it that Ramirez has found a gold mine up north. If he strikes pay dirt, he could build an army and attack us. We must stop him. Mm-hmm. Are you suggesting we fight again?
I believe that to be our only option. Tehát most talált aranyat a Ramirez. És meg kell előznünk, hogy ezért, tehát még, ugye az aranyból tud erősebb hadsereget csinálni. Minél több aranyon, annál paszósabb lesz a Ramireznek a izéje, a csapata, úgyhogy meg kell előznünk Ramirez-t, ennyi a... Ez a Ramirez kastélya, bemutat, igen. Nothing but loss will await you here. This land is mine to settle. Ajaj, ajaj, jújúj. All right, my lady. To fight Ramirez, this time we need an army. Hát igen, egy nagy hadsereg kell, ebben egyetértünk, igen. Unfortunately, I could only contribute a little gold and coal. So you will need to start your own coin production. Ja, tehát a szén, illetve az arany kell ahhoz, hogy pénzverdét tudja. Hol? If you conquer it, you will be able to produce your own coins. Tehát ezt kéne elfoglalni. First, build up flourishing economy. It is the key to success and absolutely necessary if you want to recruit troops. Fishing ground. Hát ugye értelemszerűen jó, ugye építeni kell. Kell kő. Melyik volt, mindjárt megszokom. Nem. Ez a kőfejtő, igen. De hol van itt kőbáz? Hát itt van a bánya. Vagy ez a kő? Aha. De ez messze van. Ez itt nem kő? Nem. Ja, ez nem. Aha. Aha, de ide tudjuk csak. Jó, ja igen, és akkor ezt kell majd elfoglalni, hogy a bányákat, aha. Lehet, hogy ez már nem a mai játék alatt. De építünk oda halászt is, mert izé a jó öreg horgász, hogy legyen kaja is. Nem. Ez az ellátó, Fisher ott van. Fisherman's friend. Jó, de Fisher-t nem tudok, ó bazzeg. Hát akkor jó, mindegy, akkor erdőt fogunk, vagy mi ez, favágót ide. Hát... jó, hát akkor nem tudunk izért, nem tudunk még ha... Picsába, na mindegy. Jó, emberünk, hát egy rezidenc, az még nem kell, mert 17 helyünk van. Tehát nyersanyagunk az most lesz, akkor kaja kéne. Storehouse-om az van, ez melyik? Ez a tavern? Ja, az van, de hát ott... Most hogy van? Tehát ott elférnek a dolgok. Igen, hallasat még nem tudok építeni, tehát ezt még nem engedélyezte. Jó, akkor csak izét tudunk. Hát kenyeret esztek, bazzeg. Ennyi. Ez maradt. Ja, meg erdésre tudok. Aha.
mert ez itt kiváló hely. Please bear in mind that your soldiers need food. Hát persze, hogy... hát jó, nyugi van. Since we do not own any fertile ground for farming yet, and we are soon to be out of bread, I suggest you fish for food. Na most aktiválta a fisherit, ez az. De nem Storehouse, hanem Residence-t akartam. Mert az emberek ugye nem csak ízért kenyeret akarnak enni, mert ilyen finnyásak. Melyik az? Ja, bakeryt kell, azt akartam. Hova? Ide. Így. Jó, és akkor ugye egymás mellett lesz az izé a malom, a bakery, ezt így kell megtervezni. Oké, és akkor ide, na ide jön majd a horgász. Nem, hanem, az mindig elfelejtem, ez a nyersanyag, ez lesz a... De várját, ide tudok horgász, nem? De ez messze van, nincs messze. Hát mindegy, egy fokkal közelebb van. Meg itt is volt, azt hiszem, hal. Itt is írtam mindjárt. Aha, 45 darab halott, meg 75 van. A betyár mindenit. Ide is építünk horgászt. Hát meg akkor már izé, várjál, itt van sawmill, meg woodcutter. Hát akkor legyen itt is, na ez egy milyen jó ötlet. Itt is lesz egy woodcutter, hogy az erdőt aprítsa, itt meg egy sawmill. Vagy csak a fánk az annyi lesz, mint a szemét. Meg közben itt van halasunk is, nagyszerű. Ja, be kell kötni. Jó, tehát akkor van... Ez mi? Ez? Ja, mindegy. Ja, és itt, aha, ja, itt mutatja izért. Ja, itt azért mutatja a húsit, mert itt az erdőben állatkák vannak, és ugye állatkákat tudunk majd izével. De még az sincs unlockolva. Viszont kell Residence, mert 20/24. Legyen Storehouse is. Meg legyen egy Residence. Nem ezt akartam. Igen. Ja, nincs ember. Ó, te... Mi? Ez mit jelent, hogy ember nincs? Igen, szerintem... Nincs ember, nem? Na, mondja, lesz ember. Nyugi. Mi ez? Logisztika. Ja. This fish will feed the hungry bellies of our soldiers. Ja, hogy mi a prioritás a logisztikában. Aha. De akkor ezt még nem tudom állítani. Ja, de így tudom. Aha. Értem. Jó, hát ez majd később kell, hogy ugye
mi ez, priorizáljuk azt, hogy hogy a szállítás nem legyen elsődleges. Na, de most miért? Még hiányzik ember, vagy mi? Valamit. Jaj, nincs elég hely. Ó, bazzeg. Ja, és akkor ez mindjárt eltűnik. Aha. Jó. Akkor ide építünk egy... ide építjük a malmot, és akkor talán itt lesz hely a... ennek, nem? Tudom monitorozni a izért. Tudok monitorozni? Tudok. Ez mi? Army Group. Ez nem tudom, mindegy. Ott is van hal, a bakker, akkor ide is. Na, kaja az legyen, mert ugye nagy sereg kell, úgyhogy... egy halas embert ide is nyomhatunk. De ennek miért nincs? Ezt nem értem. Ja, jó, nem hülye vagyok, persze, bocs. Jó, hogy szóltatok, köszi. igazából az egészet fogom is ezért. Hát ugye itt azt magyarázza, hogy the planting conditions, tehát, és most így nézem, hogy hát ez nem jó. Tehát azért kellett most horgászt, és azért kell majd... Jó, azért is jó, hogy ide építettem, ide is, meg oda, még másik kettőt. Mert ez egy ilyen, ez ilyen homokos terület, és ugye ide nem tudok, ez volt a régiben is. Mert itt látjátok, itt van már fű, tehát ide tudnék majd, tudok majd ültetni, vagy mi ez, ilyen búzát. Búzát, és ez mi? Nem tudom, mindegy. Hát ezeket ezeket szedhetem is szét. Így van. Nem kell békör is sem. Jó. Jó, van, kis búcsús voltam. Na, fancy food nincs, plain food van. Oké, és akkor ármit kell most már növelni, nem? Ja, kéne fancy food. A fancy foodom az nem lesz egy darabig, nem? Hát de mennyit akkor tudunk... Hát mindegy, költsük. Az alanyat végig is arra kell költeni, nem? Tehát akkor 23, akkor 6 darabot tudunk.
Anna, ott lesz az arany. Így van, ott... És ezt kell elfoglalni, ott, ott rengeteg hal van. Köszi, köszike! Na, hege. Now, conquer the sector with the two mines. Once you have control over it, I will show you how to mine. Igen, és akkor ezt kell elfoglalni, ugye? Igen. Jó, szerintem ezt a ízét befejezem, aztán nem fárasztok már senkit tovább. Úristen, az oknim az kétszer megcsavarodott rajtam. Nem tudom, hogy. Micsoda érdekességeket közlök itt veletek. A zokni csavarodás történt. Azt a de azt amúgy nem tudom kiválasztani, hogy ne... Tehát én... Hogy nem ennyi emberrel akarok menni? Hát miért megy... Jó, mindegy. Ja, hogy ott voltak? Ja, értem. Hölja, 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 hölja. Na, gyerünk. Ja. Hát így lesznek veszteségek, de nem baj, ide fogok tudni építeni erdészt, azért is majd unlockolni fogja. Ugye itt tudok majd mezőgazdászkodni, és ott lesz aranyam, tehát tudok pénzverdét és majd menő izét. És nem tudom, hogy a fancy food az mi múlik, tehát mit, miből lesz mit fancy food. Bor talán? Tehát akkor itt lesz, ott van hal, itt arany, itt meg szén. Uh-huh. Jó, miből mi van? Táncterem? Az ha mindenképpen meg zumbaterem is majd a legvégén. Ez mi ez a piros? Ja, hogy a katonai növekedése. Értem. Uh-huh. Hát ezek ilyen statisztikák. Mindegy, ezt nem szoktam. Annó sem nézegettem. Excellent! These mines are yours! Obviously, Ramirez wasn't happy about that. Now, hurry and recruit miners who will fill your storehouses with gold and coal. Ah, damn this princess! How dare she steal those mines? They belong to me! How am I now to pay my soldiers? Ah, this is an outrage, a disaster! Lord Wolverine will not be pleased with my progress. Hát így járta, öreg. Ja, és akkor azt is el kell majd foglalni, ott nem tudom mik lesznek, na mindegy. Na építsünk gyorsan bányát. Hol nem baj, építünk ilyen Noble Residence-t. Mondjuk ide. Így. Ja, meg hogy, ja, hogy bányát azt majd így tudok. Mm-hmm.
Nem, az itt tudok. Ja, mint lesz a pénzverde, aha, meg a kovács, aha. Értem. Jó, tehát itt van az arany. És itt meg, igen, ez meg két. És ja, és úgy fogom le, oda, aha, aha, megvan már, megvan a taktika, figyeljetek. Hogy így pont érinti a kettőt, tessék, ide egy. Pont nem ezt akartam. Na bányát, ott van. Biztos nem tudja bekötni, vagy... Úgy. Akkor ezt szedjük szét. Úgy. Oké. Okay. Jó, mit kell még építenem? Ja, de akkor izé, Residence-hez tudok majd... építünk még ide ilyet. A fenébe nem fér el. Csába. Nem baj, semmi gond. És akkor lesz itt pénzverdém, ez az. Nem most, ez be van kötve? Ja, bekötöttem. Ja, gondolom én bekötöttem, oké. Okay. Építsünk egy storehouse-t is, mert ugye azért lesz most nyersanyag. A storehouse-t még nem annyira értem, hogy... az melyik az ez? Igen. Igen. Ja, ott van rengeteg hal. Hát halból sose elég, úgyhogy legyen... Így? Na de ide hogy építek? One mint is not enough. Speed up your economy by building a second one. Hát dehogy nem, mi? Hát ott van. Hát kettőt építettem. Legyen izé is, hogy hívják? Mi ez? Bazzik mindig elfele... Hol van a... Na ez az, malom. Hmm.
És ide nem tudok, vadászom az még nincs, mi? Ugye elvileg Hunter. Hunter az nem igazán lesz szerintem. Nem, azt nem engedi. Úgyhogy akkor hagyjuk is a... Ezt akkor hagyjuk a fenébe. Hogy állunk nyersanyaggal? Azt nézzük. Hogy... Haló. Nyersanyag. Ó, faz van bőm. Úgyhogy... Jó. Na, most elvileg veri a pénzt, és itt van a storehouse is, tehát most növekednie kéne az izének, a coinnak. Haló? Ki csorja el a lóvémat? Valaki ellopja, bázzeg. Hát más most nem is kell építenünk, mert ugye van, most mindenünk van, piggeri az lesz. Illetve azt most nem tudunk még egyelőre, hanem bányáink azok vannak. Hát halászból annyi van, mint a szemét, vagy horgászból. Fakitermelés az nem kell most. Jó. Emberünk is van. Na, 4 arany, ez az. És akkor itt ki tudom választani, hogy mondjuk pár darab menjen át, vagy nem tudom kiválasztani. Ide? Nem. Öt. Hát ez eléggé lassan. Több pénzt nem tudtok izé. Pénzverdém az hát 67%-on megy, ez nem-e? Nem annyira jó, öcsém. Toljad neki a... Halam az rengeteg van, azt a 28 kaját, tehát egy... Zabálni fog a nép. Éhen tuti, hogy nem haltok. Kövem. Hát ezt kéne ide is akkor. Esetleg igen. Hogy innen bányásszon, tehát hogy maradjon kő is. Jó, ma 70%-on dolgozik. Igen, hát itt a... Ez is 76-79, azért növekszik a kitermelés, ez az így van. Úgyis most járvány van. Hoppá, ez a bánya, ez 66%, ez gyerekek, hát húzzátok meg, mert ez nem lesz így jó. Oké. És most várni kell, vagy? Mission board. Tehát meg kell hódítani a deer szektort? Tehát ezt a szektort? Hát ez megvan. Vagy erre gondolt? Ja, hát itt 3 van. Hát meghódítjuk akkor ezt is. Hát ne viccelj. Na, király. Jó, teljesítettem. Hát akkor embert még izélünk. Nem kons... hol van? Hol a tavern? Ez a tavern. Muskétest még mindig nem tudunk, mert viszont, ja, 3, hát akkor 2 ilyen jó embert tudunk csinálni. És kérdés, hogy ez hova fog menni majd azok izé? A tavernből az, ez ki? Nem ő, nem a... Hát most a 3-at tudunk, mert van 9 pénzünk.
És most automat... Ja nem, aha, viszik a pénzt. Ja, értem. Azt a rohadt mennyi. Mekkora búzamező. Hát ez nagyon jó. Kész. Hát a népem az meg lesz, mert remélem megválasztanak izé újabb 4 év múlva majd, és én fogom irányítani a kis falut. Na, ott akad... Ja, és akkor... Aha, ja, automatikusan ide jön. Ja, meg gondolom úgy lesz ebben a játékban, hogy nem tudsz, tehát hogy nem úgy, mint a Red Alertben, hogy ha beosonsz valahova nagyon az ellenség háta mögé, akkor izé, akkor, és mondjuk lerombolod a központi izét, a fő hadiszállást, akkor vége van, mert nincs vége, de hát igazából akkor úgy lenulláztad, hanem itt gondolom úgy lehet foglalni, hogy mindig a legközelebb lévő, tehát vagy a következő ilyen cuccot lehet elfoglalni. És akkor most ezek ide bemennek szépen. Jó, ez gyártja a lóvét. Hát eléggé lassan, de mindegy. Lassan, de biztosan az a lényeg. Na, jó, támadjuk meg ezt. Így. Tududududum. Rezidenc, hát 40-48, építünk egy rezidenzt is, hogy közben, hogy ne unatkozzunk. Így, oda. Legyenek embereink. Ja, ez nem az én területem, aha. Ó, de gyerekek, 10 vagyunk! Mit akartok? Hova? 10v3, egy kicsit túlerő, na mindegy. És akkor utána már izé jön a kópé, vagy nem? Még nem a kópé, de... És 4 embere van, hát ezt simán legyűröm. Hát megyek is tovább. Hát nem szarozom. Tényleg megyek tovább, hát mennyi van? 8, hát ez... Ide építek azért vút... Ó, na ide... Na most remélem, hogy unlockolja izét a vadászt. Jaj. Kaja van, ember is van, az jó. Hát pénzver, de az nem egy... Nem kapkodja el a pénzverést, az... Ami azt illeti. Ide is tudunk majd, mert itt vannak állatkák. Itt ugye... Ide mit írt ki? Itt is állatkák. Itt kaja van. Aha, ott kaja. Ó, itt meg kő. Ja, ott a kő. Aha. Jó, kőfejtőt, mert itt a kő az lassan el fog fogyni, ahol kiindultam a... Itt. Ezt így gyorsabban tudom mozgatni, király. Hát nem, még az itt is van, úgyhogy mennyire hatékony. 75. Now, my lady, to attack Ramirez, we will need musketeers and musketeers. Na, a fancy food, és miből lesz fancy food? Azt mondjad meg. Igen? Gyorsan. I therefore suggest we hunt animals, which can be made into fancy. Ja, tehát ugye a... Igen. Uh-huh. Hát vadászni fogunk, ne haragudjatok, nem tudom, aki esetleg állatvédő. Mining sector or in the one adjacent to it. Tehát igazából... Fill the stomachs of your hungry settlers. Do not hesitate to enlarge your village and create new living space. Ja, hát persze, hogy... hol vagyunk? Ja, ott vagyunk. Tehát oda kell... itt is van, ide is tudunk, mert itt is lesz majd... Állat az ott van. Ja, meg kell majd Butcher. Jó. Butchert azt valahol ide le fogom tenni, mert itt innen is vadászik, meg innen is. Sőt, ott. Úristen. Úristen, mennyi állat van. Na, gyorsan. Hunter. Azt mondja, hogy őt...
Butchert? Ja, azt nem tudok, mi? Mindegy, akkor Butcher. A Butcher az meg itt volt, ugye? A, nem, hanem a... Nem a Storehouse. Hol volt? Láttatok valahol a Butchert? Hol van a Butcher? Ja, ott van. Ilyen kell. Jó, ide is építünk izét. Itt lesz két Butcher, mert itt annyi állat fog ide dőlni, emberek, hogy... hova? Itt volt, ugye? Ott az állat. Ó, bakker, csak ezt itt hova? Hát, ott is van animál. De ott 80, de hogy... A fenébe, hova tegyem le? Hát meg legyen akkor itt egy storehouse is, igazatok van. Ha már így ennyire kéritek, hogy legyen storehouse. Meg legyen egy nagy rezidencia. Így. A emberek. Hát mondjuk emberek azok vannak. Mindegy. Ott is van állat. Akkor várjál, még ide is egy vadászt építünk. És akkor innen meg tudunk. Ó, megvan a megoldás. Így, és ide tudunk egy nem akartam oda, nem, bocsánat. Ültesd be. One hunter is not enough. Speed up your economy by building a second one. Ha építek egy csomót. Jó, bocsi, ültesd be megint. Aj, ne haragudj. Ráépítettem a búzára. Na mindegy, hát megesik ez innenki a legjobb őstermelőkkel is. Na nézzük, hogy áll a pénzverdém. Azért. Ja, és 12 pénz van. Nagyon jó. És akkor mi kell majd a muskétáshoz? Hova? Ja, ott van. Na hozzá, az ő gyártásához kell majd... Ja, kell majd egy fancy food, meg egy ember, meg négy dodó. Tehát... akkor az már négy embert kiad. Ja, hogy előre... Speed up your economy by már Butcherből is építettem többet. Ne aggódj, le vagy maradva, öreg. Izé, bors kapitány. Csak hát lassan vizitek a cuccokat. Kicsit izé, lehetne sietni. Ja, de van egy game speed, nem? Ez a nyuszi? Ez a csiga? Most ez a normális vajon? Ez a normális... Hol lett itt ilyen másodpercet mérni? Ez most a normális pörgése az időnek? Vajon ez a... Nem, szerintem ez kicsit gyorsabb, nem?
Jó, viszik a lóvét már a... nem, a tavernába kéne, hogy vigyétek. Ez mi? Ez Storehouse-ba is, jó. Igen, ez a leggyorsabb. De nem tudom, most alapból a csigám volt? De ez a lassú, nem? De, akkor igen, a csiga az a lassabb, és a... jó, nem, szerintem ezen volt. Ez a normál sebesség. Akkor fölrakjuk a nyuszira, úgy. Nyuszi sebességre, így van. Mert a nyuszi ugye gyors, hát lehetett volna egy rakéta is, csak hát ugye abban az időben még a rakétát ezt nem találtak föl. Úgyhogy megyünk akkor nyuszi sebességgel. A cuki. Na, akkor vigyétek a izé, azaz, vigyétek a fancy, hol a fancy food? Már azt is intéztem, nyugi van. Who with their long-range weapons can attack Ramirez's palisade and help us get rid of him. Na, még nincs muskétás. Hát elvég 4-nek kell majd lennie, mert ugye 4 arany, tehát most van 17 aranyom. Tehát az aranygyár az még mindig nem. Lehet, hogy... próbálj meg ide is építeni még egyet. Hát ott gyorsabb lesz az aranytermelés. Viszik ide az aranyat. És ott megy az a muskétás? Vajon? Nem. Az a kőfejtő. Kicsit kövér lenne muskétásnak. De pedig már csak 3. Akkor valahol... Érdeközben nyuszi módban vagyok. Várj, csak átmegyek a sima módba. Nem, ez viszi a kaját, de ez kinek viszi a kaját? Vagy a muskétás ezekből lesz majd, hogy... De most a kaját azt ide viszik? Nem. Ja, nem, a storehouse-ba viszik, aha. Oké. De hol van a... hol a... Ott van benne. Akkor már bement a... Ó, oh, van! Úristen, 5 fancy food. Na beindult, ez az a vadászat is. A budgetek is dolgoznak. Na most meg akarok nézni egy ilyen izét, hogy... mikor jön ki a... hol a kis katona? Én vagyok az a Józsi, a katona. Egy jobb, 2-3, a jobb. Nem jön. Hát, arany az van emberek, aranyember, meg izé is van. Na, most jött ki egy. Hol? Hol? Ez az. Az ott a muskétás, tényleg, mert van fegyója, ott megy. Nem zoomolok rám, akkor nem fogom tudni a... megfelelő mértéket. Inkább ezt, most ez a zoom, ez így nekem ez így megfelel, tehát... mindegy, ott megy. És jön a következő. Nem, az a kövér akkor az muskétás. Ne bassz már, hogy... tehát van egy vékony muskétás, meg egy kövér. Ó, na hát erre ráközelítek. Ez tényleg az. Ott megy. A vaddisznó mellett. Öcsém. Itt meg a sovány muskétás, ez nem övett olyan sokat. Így, itt van. Hopp, na, fölgyorsult, úgy. Most miért innen látom? Ja, így, kicsit így, aha. Na, most már mindjárt, hát még ezt elfoglalom a izét, a csávónak a várát. Hogy kell még muskétás, vagy most mi? Tehát, hogy mi van? Vagy már támadhatom? Hát legyen még muskétes, mennyi van? Van 9 pénzem, meg 6 fancy foodom, vagy 7. Ez akkor az 2 muskétást még kiad. Hát annyi már csak elég. Mennyi kell a legyűréséhez?
Army Group. De, ja, nem, de az előbb le tudtam kérdezni neki, mert na mindegy. Neki mennyi van. Ó, ott megy a muskétás már, ez az. De várj, itt kell amúgy menteni? Menü. Save. Ja, nem. Ez egy jó, egy bármikor menthetsz, nem olyan, mint egy Mafiába vagy a Mafia 2-ben, hogy hát, nem, csinálj végig egy egész pályát, aztán a legvégén dög lesz meg, akkor így jártál. Lophatsz újra. No. Két muskétásra várok még, haló? Két muskétásra rendel? Na mi van már? Nagyon lassan csináljátok, srácok. Most viszi be a lóvét, igen. A három lóvét. És elkészült, jó, kijött egy. Hát nem tudom, a pénz az nem pörög gyorsabban. Nem tudom, a storehouse-okat... Tehát... A storehouse-t azért nem értem, mert hogy... Jaj, lehet upgrade-elni. Oh, a szívbajt hozza rám azért ez a műanyag palack. Itt pukkan ki mellettem. Na mindegy, ha menjünk rá szerintem. Hát van itt, ott annyi mus, tessék. Melyik ez a... Dismiss the general. Retreat. Focus on. És a dismiss... Még ki lehet végezni a general... De miért? Ezt nem értem. Hát ezt nem értem. Na mindegy. Támadjuk meg, én azt mondom. Úgyis most mentettem egyet. Ezt. Mondom. Igen. És azt. Ja, hogy... Ja, hogy, az... ja, hogy ezek ilyen kapuk. Azt a rohadék. Az igen. Az igen. Jaj, ágyúja is van. Jó van, nem. Most megyek? Srácok, megyünk? Nem megyünk? De most ezzel mire akarta felhívni a figyelmem, hogy... De ettok... Ja, hogy 10 muskétás kell, hogy defeat the tower. Ja, hogy ezt írta ki, csak én nem olvasok, persze. 10 muskétás, hát bazd... Mennyi van? 60. Akkor még 4 kéne. Hát akkor az kéne lóvédet. A lóvét csináljátok már gyorsabban. 4x4, 16. 16 arany. Miért nem csinálják a lóvét gyorsan? Pedig hát csinálják. Hát 100%-on megy ez is. Jó, ez mondjuk 71. Mindegy. Jó, mondjuk két bányám van, tehát az nem olyan sok. Tehát lehet, hogy ez normális, ez a normális tempó. Akkor megyünk a nyuszi módba. Így. És akkor várunk egy kicsit. Megiszom is egészségünkre. Egész sokan nézitek, ahhoz képest, hogy ízért, tehát nem... Lehet, hogy ezt nem sokan játsszák, vagy nem tudom, ez ilyen megnyugtató mindenki számára. Nincs sok akció, viszont... Izgalom az van, hogy mikor fogom elfoglalni, meg mi lesz majd a... Hát ezt már meg fogom csinálni. Ezt a pályát, tehát most már úgy nem fogok kilépni. Ajaj, piros, ez mi?
pedig hallod, itt van a... Hát itt... No resources, de hát... Hát ott vannak az állatok bent. Hogy lehetett nekik, valahogy meg lehetett nekik adni, azt tudom, de hát emberek, találd már föl magad. A walk into resource. Na most már elmúlt. Hát persze, hát sétálj, hát... Nem, majd izé, majd tudom, hogy az állat hozzád izé bekopogtat, és akkor haló jöttem, hogy tessék lelőni. Hát, azért, hát nyilván oda kell menni, ne vicceljünk. Na végre már, megvan a muskétásunk, mennyiségünk? Ott a 10, király. Akkor most látom. Nem tudom. A towert kell, mhm. Uh-huh. A tower a szanaszét fog minket lőni szerintem. Nem baj, akkor még csináljunk. Az igen. Na ezt megnézzük. Mi fog itt történni? Mi történik? Mi folyik itt gyöngyösen? Hely. Előbb megbeszélik, hogy... Jó, ez a taktika, mi lövünk. Hú. Ú, 8 muskétásunk van. A pitlibe. Jaj, ez a generál, tehát hogy ő a hadvezér. Aha, értem. Hú, 6 muskétás. Hát nem baj, hát meg... Más nincsen. Tehát nem tudunk mást. Hely. Milyen jól néz neki úgy egy háború? Tehát egy második világháborúban elképzelhet, hogy ezért nácik meg mondjuk az amerikaiak így egymásra szembe, és akkor nem ilyen üvöltözés, hanem... Hely. Kúra jó. Imádom, csatázni fogok ezzel a játékkal rengeteget. Nagyon jó hangja. Hey. Na, ez az most már, most mindjárt vége van. Három muskétásunk még van. És jönnek, most jönnek ki a izék. Hát azok már jöhetnek. Hey. Ez az. Van 3 muskétás, 8 izé is. Ja, de nekik is van ám izéjük. Az igen. Nem, jó van, halnak. Ez az. És akkor megyünk a várba. Nem? Megadta magát. És akkor lesz még egy... Mi? Ez mi ez? Hol? Mi? Itt van valami. Az? Ja, hogy azt kéne elfoglalni majd? Hát ez lakatlan. Ja, hogy itt van a Ramirez. Ja, oda menekül vissza. Hát megyek utánad. És ez itt mind föl fog robbanni. Az szép lesz. Na ezt nézzétek meg. Ez lesz a tuti. Itt most lesz nagy bum. Ramirez, hát de hát ez ott egyedül van. Hát... Oda megyek mindjárt. Az igen. Így van. És itt van a... Make no mistake, young princess! Although you have defeated me, your victory will be short-lived. Is that your conscience speaking? Or your pride? Neither, but my knowledge of your enemies. You do not stand a chance against the mighty Lord Wolverine or his Dark Knight Dracorion. You're just trying to intimidate me.
I am merely trying to warn you. Ha most már minek forduljak vissza? Tehát, ha eddig eljöttem, akkor megyünk tovább. Háború az ilyen? Így van. Én vagyok a princesz! És rózsaszín a torony. Ne, most komolyan, hogy... Bazd meg. Rózsaszín torony. Ja, Victory! Ja, hát akkor győztem. Azt hiszem, hogy el kell foglalni majd az utolsó izért. És lett egy... Nem, most már piros. Ez ilyen szín... különböző színekben pompázik? Tehát rózsaszín, piros, a többi a... Hát nagyon jó. És 59 perc, tehát ez egy óra, hát akkor már másfél órája itt tolom ezt a izét. Mert azt hiszem az első az meg valami fél óra volt. No, menjünk még egy, már hogy itt el fogom menteni, most elárulom. Megyünk tovább a... Warfare's Welcome Down, igen, és Novice Rising, vagy Novice, nem tudom, hogy mondják ezt így. Starten, ja? Na. Tehát megvertük Ramirez-t. Nagy új fenyegetés. Ennyit tudunk, tehát új fenyegetés jön. Úha. Ez vagyok én. Ez már az én területem, ugye? Jó, hát a taverna az egyértelmű. Ja, ja, érted, de az a sörök kín vannak, tehát ott képzik a muskétásokat a sörfőzdében. And I presume that is undesirable? Wars, my lady, are not merely won by force alone, but by whoever possesses the... Igaza van az öregnek, most kivételesen Bors ügynöknek, vagy kapitánynak. There's no time to waste. We must beat Raspin to the chase. I am glad you are aware of the seriousness of the situation. Princess, I have a plan. If we want to stop Raspin, we should win the archivist's favor. Mi az archivist's? Living at the ancient library, he has access to powerful technologies. Mm-hmm. If we send clerics to help him with his research, he surely will show us how to use this technological knowledge. So, do not lose time. Tehát valakiket oda kell küldeni? Ú, nem értem. Bazzek, kell majd magyarítás, mert ezt nem értettem. Valaki kleriszt, vagy ki a... Mi, asszisztens? Ki vagy te? Viszi hobbit. Lenyomlak, lecsaplak, mint a taxi órát, ne izé, ne ugassál nekem, maszkos. Clerics. Igen. There is already a basic economy. This will help us. To build a church, you need to beautify your village first. So build some prestige objects for beautification. Yeah, prestige objects. Asta. De azok mik a prestige objectek? Mitől lesz... Mitől lesz valami prestige object? Ja, ez Na mindegy, ezt majd átnézem, és akkor izé elmentem ide a... Fölülírjuk. És hát, ja, mire megérkezett még plusz egy ember és 80, de hát tök jó, hogy izé, hogy ezt a játékot is végignéztétek szó nélkül. ilyen sokan, tehát olyan sokan, mint a izét, mint a Hitman, pedig azért ég és föld a kettő, de szerintem jó, tehát talán lehet, hogy vontatottabb, de nem tudom, a Thief Simulatorhoz képest mindenképpen jó, tehát az egy undormánya az irányítás szempontjából, nem volt aranyos sem, tehát nem, az semmi, tehát jó, lehet, hogy megtanultam volna, milyen egy betörő élete, és ugye a szimulátornak az a lényege, hogy igazából nem az akcióm van a hangsúly, hanem hogy egy minél hasonlóbb legyen, vagy tehát valósághűbb legyen a dolog.
Ezért van az, hogy például a flight szimulátorokkal valaki, nem tudom, Frankfurt, New York között valós időben 10 órán keresztül egy repülőgépet vezet. És akkor közben nyomkodja ezeket. Tehát ez a szimulátoroknak ez a lényege. Hát mellé lőttem a Thief-fel, na, a tolvaj szimulátorral. De szerintem ezzel nem. Úgyhogy én remélem, hogy élveztétek, meg tetszett ez a Settlers 7. Illetve a remake-je tulajdonképpen talán a kettőnek, vagy egy vagy kettő, mert ugyanez volt a felépítés. Kicsit nyilván változtattak azért hát a grafikán mindenképpen, de hogy a logikán, tehát a csoportosításain, az épületeknek, stb. Azt még szokni kell, mint ahogyan a Hitman is, de szerintem most már Hitman is azért az elsőhöz képest így jobban ment, majd a végére abba is belejövök. Úgyhogy holnap, milyen nap van holnap, már munkanap természetesen, szerda, és holnap pedig, ahogyan ugye már korábban is mondtam, minden nap lesz játék, hurrá, hurrá, hát ha most át fogjuk lépni már a 11-es álomhatárt a rekord nézőszámon, de most ez a 8 is szép volt, és holnap ugye Forma 1, illetve Mafia 2 lesz. A Forma 1-ben nem tudom melyik futam jön most pontosan, meg nem mondom, de majd mindegy, nézzétek vissza a legutóbbit, és akkor abban kiderül. Ezek a videók meg hamarosan kerülnek ki, tehát folyamatosan. Ahogy lejátszottam két játékot, az a két játék az egy-két napon belül ki fog kerülni, úgyhogy folyamatosan halad a feltöltés is YouTube-ra. No, ennyi volt. Hát tesztek azok továbbra se lesznek, mielőtt még megkérdeznétek, de hát nem kérdezitek. Tesztek azok még egyelőre. Dolgozom azon, hogy a helyzet ellenére, a vírusos helyzet ellenére érkezzen bármi, de hát most ugye eléggé ínséges időket élünk ebben a tekintetben. De játékokkal most megpróbálom egy kicsit kitölteni, meg hát most nekem saját a gyakorlás, mert mint inkább így a kommentátori kvalitásaimat tekintve, hát ha érdekesebbé tudom én is tenni, vagy föl tudom dobni még ezt a kicsit unalmasnak tűnő játékot, és mire mondjuk megérkeznek majd a cuccok, meg elmúlik ez az egész járvány, és beindul megint a teszt dömping, addigra már azt fogjátok kérni, hogy nem már adjuk már ezeket a szaros Samsung, meg nem tudom milyen telefonokat, nyomassuk a gémet. Na. Úgyhogy, de hát addig még nekem is dolgoznom kell nyilván eléggé sokat. Köszi még egyszer mindenkinek, hogy itt voltatok, végignéztétek, tök jó, tényleg tökre örülök neki. Remélem, hogy holnap is jöttök. Szerintem ugyanúgy ilyen 7 óra magasságában, tehát 7-től kezdjük majd, legkésőbb 8, tehát nem akarom ilyen késő éjszakában nyúlva, mert azért mégiscsak munkanap van, holnap is, meg ugye utána is. Úgyhogy 7, legkésőbb 8. Köszönöm szépen, itt volt Viktória is, Robert is most már elköszönt, Péter, Dani is, szerintem Dani is itt maradt, Hernyominak, Zsófinak. Hát az okásos kis csapat, úgyhogy tök jó, hogy itt vagytok. Kicsit megpróbálom odébb húzni itt a dolgot, mert nem látom a csetet. Igen, most már látom, hogy mit üzentek. Hernyominak és Zsófinak is igen, jó szakát. Robertnek köszönöm szépen a dicséretet is. Mindenkinek holnap jövök, kitartást, maradjatok otthon. Azt mondják, hogy mikor május elején fog tetőzni a vírus. Ugye szerintem sokat nem kell már kibírni. Otthon is, meg hello szombat, most hello kedd van. Úgyhogy tényleg sokat nem kell kibírni. De hát remélem azért utána sem fogtok elfelejteni majd, miután már lehet menni mindenfelé. Jó, nyilván nyáron persze nyaralás, meg ilyesmi az első, úgyhogy valószínű akkor azért én sem mindig minden este leszek majd itt, de addig kitartok, főleg a karantén ideje alatt megpróbálok, hát legalább 8 embert most otthon tartottam, ez is valami. No, még egyszer most már sokat gyára indítom a köszönést, kellemes éjszakát, szép estét mindenkinek, a YouTube-osoknak tól azt kérem, hogy iratkozzanak föl, aki esetleg innen nézi vissza majd a videót, hogyha tetszett, akkor lájkolja is, meg nyomassa a csengőt, hogy kapjon értesítést majd az élőkről, illetve a tesztekről. Jó utcakát! Holnap jövök, sziasztok!